Ha megnézzük a hazai cégek átlagos várható élettartamát, akkor bizony nem beszélhetünk biztató számokról, és ez a tendencia sajnos még romlott is az elmúlt időszakban. Ha megnézzük, hogy a hazai cégek hány százalékkal éli meg az 5 vagy 10 éves kort, akkor azt látjuk, hogy bizony évről évre kevesen jutnak el eddig a korig. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy a 10 éves kort a cégeknek alig 46%-a éri el, az 5 éves korig pedig kevesebb, mint 70%-uk jut. A 2000-es évek elején alapított cégeknek a 65%-a érte el a 10 éves kort, és több mint 85%-a meghaladta az 5 évet. Ezek bizony jóval szebb számok, mint a mostanában megszűnő cégeknél. Azt látjuk, hogy az elmúlt 20 évben gyakorlatilag folyamatosan csökkent a cégeknek a túlélési rátája, és ez különösen igaz a mostani időszakra, amikor évről évre meredeken esik a cégeknek a túlélési képessége. Ebben jelentős részben benne van az is, hogy most érik el a 2008-9-ben gyakorlatilag a világválság időszaka alatt alapított cégek a 10 éves kort, és ezeknek viszonylag alacsony részük éri meg ezt a jubileumot. Úgyhogy ennek az jelentős részben az az oka, hogy válságidőszakban sok olyan vállalkozás indul, amelyiknek nincsen komolyabb üzleti terve, sok az induló kényszervállalkozás. Ebben a tekintetben nagyon hasonlít a mostani gazdasági visszaeséses időszak is a 8-9-es válságra. Bizony nagyon sok most is az újonnan induló cég. Ha hozzáveszünk azt, hogy az elmúlt 5 évben igen kimagasló volt az újonnan induló cégeknek a száma, közel 30 ezer cég indult évente, és most ez az újonnan induló cég szám még a koronavírus járvány hatására sem csökkent le, azt látjuk, hogy bizony ezeknek a vállalkozásoknak jelentős része kényszervállalkozásnak tekinthető, hiszen a munkahelyektől elbocsátott alkalmazottak jelentős részben vagy sok részben indítanak új vállalkozásokat. Természetesen az, hogy valaki egy újonnan induló kényszervállalkozást indít, nem jelenti azt, hogy feltétlenül sikertelen lesz. Az adatok azt mutatják, hogy ezeknek a válság időszak alatt indult vállalkozásoknak jóval kisebb része éli meg az 5 vagy a 10 éves kort. Szerencsére azonban a fiatal vállalkozások mellett van egy igen komoly bázis a hazai cégek között, amely komolyan kitartott az elmúlt 20 évben. Jelenleg a cégeknek 24%-a olyan, amelyik már több mint 20 éves. Az előző évrezetben induló cégeknek egy jelentős része továbbra is működő vállalkozás. Ezek a vállalkozások alkotják ma a hazai cégbázisnak az úgymond kemény magját, és szerencsére a 20 évnél idősebb cégeknek az aránya növekszik azért valamelyest évről évre, de összességében még mindig nagyon sok a fiatal vállalkozás. A nagy cégfluktuációnak köszönhetően a hazai cégeknek körülbelül 45%-a olyan, ami 10 évnél fiatalabb, és ez az arány sajnos állandónak mutatkozik az elmúlt évek során, hogyha ez ennél egy szerencsésebb állapot lenne, hogyha a stabilabb cégek, a tovább működő cégeknek az aránya magasabb lenne. Viszonylag sok cég lesz, az a sok vállalkozás olyan, aki viszont már nagyon fiatalon igen sikeres vállalkozás lesz. Jelenleg az újonnan induló vállalkozásoknak az 1%-a olyan, hogy 5 éves korára az árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Tehát igen, sok az úgynevezett üstökös vagy sztár vállalkozás, ami már fiatalon sikereket ér el, és ezeknek a vállalkozásoknak az aránya még növekedett is az elmúlt időszakban.